Önök most Mucika és Nagy Ingrid koncertjét, azaz kommunikációját hallják. A Sakállány és a Vadaspark szóvivője jól megértik egymást, ám a kis ragadozó nem csak az ő kedvence, ez derült ki a legutóbbi internetes szavazásból. November hónap állata az Arany Sakáll lett, amit a Facebookunkon a követőink választottak meg, és hát az egyetlen és a legszebb Arany Sakáll nálunk, Muci, ő nyerte meg ezt a választást. Az aranysakálokról azt kell tudni, hogy ők egy kutyaféle ragadozó, és Magyarországon bizony élnek sakálok. Pár évvel ezelőtt még eltűnő félben, vagy hát el is tűntek Magyarország területéről, és elkezdtek maguktól visszatelepülni oly mértékben, hogy most már egy vadászható állatfajjá avanzsálódott vissza, annyira elszaporodtak. Azért kerül ritkábban a szem elé, mint egy róka, mert a mezős területeken él, és sokkal gyakrabban inkább éjszaka jön elő. A róka most már annyira hozzászokott az emberi környezethez, hogy nappal is előmerészkedik, a sakál ezt ritkábban teszi meg, de nagyon sokszor előfordul már az emberek közelébe, települések közelébe is. A sakálokat több néven is nevezték az emberek, nádi farkasnak azért hívták, mert sokszor a mezők vizes területek nádasok lakója volt. Csikasz és toportyánféreg elnevezéssel is illették, utóbbit az üvöltéséért kapta, másrészt a dühös gazdák így hívták, mert régen sokszor előfordult, hogy a juhnyájat is megtizedelték a sakálok, akiknek nagy ritkán a rókák lehetnek konkurensei. A róka még inkább az erdőben él, egy erdei faj, a sakál inkább egy mező és nyíltabb területek állatfaja. A róka sokkal jobban bejön a települések, akár városok közelébe is, a sakál pedig inkább a mezőségek és az ott körül lévő falvak közelében találja meg az otthonát. Ők nem üregben élnek, mint a róhák, nem kotorékokban, és ugyanúgy ragadozó állat, viszont teljesen másféle állatokra vadászik. A róka sokkal inkább kisebb termetű állatokra, gyakrabban eszik gyümölcsöt, zöldségeket, bogyókat, tojásokat és kisebb rágcsálókat, egereket vagy nyulakat, addig a sakál ezeken kívül akár az őzet is el tudja ejteni, és még a csontjait is simán el tudja ropogtatni. Sokkal erőteljesebb állkapcsa és fogai vannak, mint a rókának. Vadászni ugyan főleg éjszaka is egyedül járnak, ám a 10-15 éves élettartamuk nagy részét társasági lényként élik le. Nem élnek egy olyan szoros falkában, mint a farkasok, de viszont sokkal jobban szeretik a más sakáloknak a társaságát. Onnan is lehet ezt tudni, hogy a rókák a ellentétben ők vonítanak. Tehát a vonításnak nem az a célja, hogy azt a farkasoknál is lehet hallani a mesékben, hogy ők a holdra vonítanak, hanem ez a kapcsolattartásnak a jele, és így tudják, így tudnak kommunikálni távolról is egymással. A sakálok közül az anyuka neveli fel a kölyköket, tehát az apuka ritkán vesz szerepet a kölyköt nevelésében, és a kutyákhoz, meg a farkasokhoz hasonlóan 4-6 kölyök szokott születni, és hát attól függően, hogy mennyien tudnak életben maradni, egy vadállatnál sokkal kisebb az életben maradási ráta, mint egy házi állatnál, de nagyon ügyesek, nagyon alkalmazkodóak és gyorsan szaporodnak. Végül egy javaslat arra az esetre, ha a természetben vagy a lakott terület szélén aranysakállal találkoznak. Noha a fogsora, a harapása elég erőteljes, nagyon fél az embertől és soha nem támad. Ám miután ő egy ragadozó vadállat, nem szabad közel menni hozzá, mert ha fenyegetettséget érez, akkor megvédi magát.